Bám! Ez így menő kezdés volt. Sokalom, hogyha véletlen nem ismer, de akkor ugyanúgy kezdjük, mint a lassan az összes videónkat. Én Patrik vagyok, ő Dominik. Mi csinálunk vicces videókat az internetre, és üdvözlünk téged is, hogyha új vagy. Hogyha tetszenek a videók, akkor dobsz lájkot, feliratkozol, és minden nap jövünk új videóval. Na, a mai videóban egy nagyon jó dolgot fogunk csinálni. Anya, mit csinálunk? Palacsinta! Ja, palacsintát csinálunk. De nem is akármilyen palacsintát, mert azt mindenki tud. Mondjuk én nem tudnám megcsinálni magamtól, na mindegy. Ma elkészítjük életünk első zappehely lisztes palacsintáját. Ez nagyon király, ez kötelező felvennünk, ugye, mert mit sem ér videó nélkül az egész. Na, vágjunk bele, kezdjük akkor el. Hogy kell kezdeni? Na, akkor. Majd... De itt semmit nem látok, ez muszáj levegyem. Majd kezdem én. Na, akkor ebből kell beleszólni. Nem, kell beleszólni. Majd egy idő után. Tojás, biztos. Tojás. Kell egy tojás. Most tojás. Kell tojás, igen, azt akartam mondani. Egyértelmű. Meg tej. Meg tej kell. Tej. Sikerült összeszednünk, dehogy sikerült semmit összeszednünk, anya összeszedte. Kell víz hozzá, hogy kibírjuk és ne legyünk dehidratáltak, egészségetekre. Szükségünk van tejre, olívaolajra, zabbehelylisztre. Ne kérdezz, fogalmam nincs, hogy minek kellenek ezek. Kell egy mércés pohár, és ő itt a lényeg. Látjátok? Na. Most elvarázsollak titeket, óperenciánis túlra, a sapkámmal, már szédülök. Na, most csináljad! Azért vettél mércés pohára. De ezt is milyen csozén vágtad, lát, ebből így fog folyni a tej. Mária, az mennyi? Túlment egy nagyon picit! Lehet, hogy 1,6 deci lett, nem 1,5 deci. Katasztrófa. Belefér? Bele. Jó, akkor ez most mehet rá ide. Ne! Gyerünk, menni fog, sikerül! Képes vagy rá! Gyerünk! Oké. Hú, majd azt hittem, hogy elrontja. Meg én megvicceltem, látjátok? 2-0 ide. Már tiszta idegroncs a családom miattam. Jó, elég. Várjál. Ja, ez pont annyi. Okay. A vízben nem is kell? Nem. De, mert ki fogunk száradni. Egészségetekre. Menni fog? Nagyon ügyes vagy. Bravo. Oké, ez megvan, jó. Na látjátok? És itt semmi haszna nincs. Tessék, aki profi, az profi. Látjátok? El kell ismernem, tévedtem. Ugye? Ügyesebb nálam. Így van. Komolyan amúgy. Nem tudtam megcsinálni. Oké, elég. Akkor ügyes most vagy. Jöhet bele fél deci olívaolaj. És ott ismét. Ott a piciét. Jaj, a piciét. Nem jön le a picije szerintem a nagy. Ó, dehogy ne. Megoldjuk. Itt van. Én itt vagyok és támogatlak. Elmelegítjük vagy csak? Hát egyértelmű. Jó. Nem csalunk, mutatjuk, hogy anya is besegít, mert világtalanok vagyunk. Köszi anya. Mi a véleményed erről, hogy most készítünk enni? Nagyon jó. Na. Hát, ez jó. Így elég csoszkó lett, hát már nem azért. Mi lett? Ez kérlek szépen Amerikának az egyik igen, állama. Igen, Amerikában nem Dominik csinálta. Na, ez az. Álljon meg a menet, ez Dominik csinálta. Tehát a következőt én kell csináljam. Jó. Hát mert szegény ráöntött, azt nem tudta mit csinált, azt inkább elmenekült. Szegény. Ó, szegény. Téged is látunk, nem tudsz elbújni. Így is látszolsz, nem tudsz elbújni. Nem jó, még várjál már. Jaj, türelmetlen vagy te, éhes. Most várunk. Fel vagyok pörögve, mint állat. Tűkön ülök, hogy egyek már palacsintát. Na gyerünk ügyesen. Na fordítsad. Jól oda vágtad. Na nyomjad. Rajtad a világ szeme. De jó legyen. Úgy persze, folyasd végig ott, na mindegy. Hát ott elég lyukas lett, már nem azért. Gratulálok. Az öreg az okos, majd megmutatja, hogy kell. Gyerünk. Ó, jól oda vágtad. Figyelj már. Igaz, hogy ki fog folyni belőle a lekvár. Hát mondjuk ilyen. Tudod, mi palacsint a fővárosa? Na. Lekváros, ezt fel nem tanultad. Jó volt. Ügyes vagy, gratulálok. Büszke vagyok rá. Éhen már nem fogsz halni, ha esetleg nem vagyok itthon. Palacsintát tudsz magadnak készíteni. Köszönöm. Szívesen. Jó, most már. Jó, én most rákészülök, de... Egyet elfelejtettünk, nagy pacsi! Most már mehet. Figyelj, figyelj. Most háromra. Három!
Micsoda érzés! Érzéssel, tudjátok, érzéssel! Jó, hát most már én is így fogom csinálni, köszi. Na látod. Hát ez mondjuk egy picit vastag lett így, de nem baj. Nyomjuk így. Atyám, hát nem kicsi de mondjuk. De talán a tűzrózsára tegyed, nem mellé. Jó van már, na! Senki se tökéletes! Mindig csak a bántás! Csak tökéletlen! Ha-ha-ha-ha! Persze. Bocsánat. Tavasszal mennek ki a földre, akkor megy a szántás, ilyenkor télen a bántás, vagy mi van? Csak az oltás. Várjátok, és tudja überelni, és még tetézi. Hát az eddigi munkáink, kérem szépen. Egy amerikai állam, egy lehorzsolt térdű biciklis, vagy mit mondtunk már rá, a lyukacsos, amiből kifolyt hát a lekvár. Nem amerikai állam. Hát ez nem álom, ez még az álomtól nagyon messze van. És van itt a harmadik, ami meg olyan vastag, hogy szerintem egy traktor elakadna rajta. De ez valószínű napocskának készült. Ja, na, figyeld! Nézed? Nézed csak! Na! Valaki nagyon túl! Én most meg is megveszem a világot, szevasztok! A palacsinta meg odaig. Jó van, na, jövök. Akkor Patrik kemény akar lenni, de az anyukája nem engedi. Hello darkness, my old friend. Kétszer lerúgta, elrontani, ha nem fogod. Ez már, hát de már minden túl lett. Igazából én boldog vagyok, mert egy olyan kamerát vettünk, ami elpusztíthatatlan. Na, na figyelj, figyelj, most lerakom. Hát mondjuk ne. Kisebb, nagyobb sikerrel. A női gyakorta. Ne! Ne rossd el! Úgy. Nem csinálsz még egyet? Nem, csinál csak közepéről. Indítsad szépen. Ott úgy. Engedjed. Azaz, nézd oda, milyen ügyes vagy. Látod? Ez gyönyörű. Ez tényleg jó. Úgy, ne, ne. Oly, de ügyes jó, vagy. Jó, az teljesen jó lesz egyet. Szuper. Na, tök király vagy. Ez tényleg jó lett így. És nézd, milyen szép lyukacsos, azt, amit mondtál. Szuper. Nézd, mit táncol. Jöhet a tánc! Szerintem tényleg az első palacsinta amerikai állam lett, mert valami benszülött táncot táncoltatok. Jó van, na, senkit nem érdekel. Ezzel jár a csapatpacsi! Ez most még az enyémnél is jobb lett, úgyhogy most... Hú, most tűkön ülök, nagyon izgulok, hogy legyen jó az enyém is. Na! De ne, de miért rontod el? Ne rontod a palacsintán! Akkor most pörgessünk. Figyelj! Ez az utolsó palacsintám, úgyhogy flagmába ezt így kitessékelem. Aztán engedjük, hogy Dom is nyomja. Ennyi. Úgy csinálod, mint aki unja már a munkáját. Én csak flagma akartam venni, nem volt jó? Mint aki már 10 órája palacsintát süt. Csináltam 3-at? 2-et? De ugyás vagy! Fejezd már be, jól ritott a fiam! De szép lesz! Csak hülye vagy, ezt viszont menjél ki akkor! Ha felhúzol! Átvertelek titeket, én csinálom meg a legutolsót, nem az volt a legutolsó, hanem szerintem ez lesz most. Szerintem a merőkanál már nem kell, ez fölösleges. Menj már innen! Várjál, hát jövök segíteni. Nem kell, nem kell! Forgasd, hát nem. Vastag lesz. Hát vastag lesz, hát hogy eszem így meg? Te sehogy, majd én megeszem legalább, nem fog elfogyni. Hát mondjuk így, na tessék, most meg forgattam aztán, hogy néz ki? Most jut eszembe, lehetünk volna egyedibbek, forgathattuk volna ezzel. Ilyen nem még senki? Ilyen nem, még senki nem csinálta. Na, de mindegy, azt majd következő videóban akkor megcsináljuk. Bocsánat. Jó, van szét is. Igen, könnyebben törik. A mama sütött neked tanulunk. És te ezt hogy hallalod meg? Egy borszból. Egy szőrmeggel. Ami egy borszfalából készült. Mama sütött neked kanolót. És hogy hallaltad meg ezt a nagy lelkűséget? Egy szőrmeggel. Ami egy borszfalából készült. Ez jó film, tényleg tetszett. Jó film volt. De, ez itt pont jó. A legkisebb palacsinta, amit életünkben csináltunk eddig. Hagyjad, el ne roncsd!
Jó, ezt a fülembe esküszöm, kitessékellek innen most már. Tessék? Kitessékellek most már. Te vagy az új szexi palacsinta sütő. Na, forgasd át, most már jó. Ezt te honnan tudod azt? Én tudod, szoktam érezni, és akkor így. Érzéssel mondtam, hogy forgasd át. Azt hogy fogod megkenni? Kiköldök velük. Még a végén égettek lesznek. Lebarnulnak. Ja, hogy ez is palacsinta. Az a nász népnek készült, tehát ez a fő palacsinta. Hát nem aprózod el, van nem azért. Jó, most már jó szó. Legalább tuti kijön a pénzéből. Ja, na. Oké. Ilyenkor el kell zárni mindent, majd többit itt kell hagyni, átpakolja az, aki zavar. Akit zavar. Jó étvágyat hozzá. Köszönjük szépen, ezeket megkenjük, megesszük az egészet. Remélem, hogy tudtatok nevetni ezen a videón is. Lekvárosotok van itthon? Mink? Lekvárosotok van itthon? Lekvárosunk? Mm-hmm. Az mi? Hogy hát mi? A palacsinta fővárosa. Szóval reméljük, hogy tudtatok nevetni ezen a videón is. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Jaj, életem az evés. Ennyire fárasztó volt a palacsintasütés? Tudjátok, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, Patrik. Legyetek jók, kapjatok el sok üveget. Telefont azt hittem eldobja a telefont is. Patrik! Holnap... Szőlővel dobál. Holnap jövünk, és akkor... Sokkalom! Duradarida! Csupatom, mint te! Duradarida!